Terroroszország inváziójának 929. napján a Hárkivi régióban zajló eseményekről számolunk be. Itt az ukrán erők a fontos taktikai helyzetben lévő Lübci település védelmének fontos pillanatában döntő erejű ellentámadást indítottak, amely megfordította a közelmúltbeli orosz térnyerést és visszaszerezte az ellenőrzést a kritikus magaslatok felett. E művelet részeként az ukrán katonák egy új, a háború menetére komoly hatást kifejteni képes fegyvert mutattak be, a lángszóróval felszerelt drónokat, amelyek új dimenziót adnak harctéri taktikájuknak. Ugyan maga Lipci a település kicsi, mégis kiemelt szerepet játszik az ukrán erők helyi bázisaként. Ellátási csomópontként, a csapatok gyűjtőhelyeként és az északi irányú ellentámadások kiindulópontjaként is szolgál. Ez a taktikai jelentőség az oka annak, hogy az oroszok elszántan próbálták bevenni Lipcit a környező hegyekből előre nyomulva, a magaslati előnyüket kihasználva. Ha megnézzük a topográfiai térképet, láthatjuk, hogy ezek a dombok közvetlenül a lakott terület széléig nyúlnak. Ha az oroszoknak sikerül idáig eljutniuk, még az azonnali támadáshoz elegendő létszám nélkül is tűz alatt tarthatják az alföldi területet. Ez valószínűleg arra kényszeríteni az ukránokat, hogy részben kivonuljanak a településről, mivel annak védelme egyre nehezebbé válna a magaslati pozíciókból folyamatosan fennálló tűzfenyegetés miatt. Amikor az oroszok kritikus számú csapatot kezdtek felhalmozni a közelgő támadásuk előkészítésére, az ukrán parancsnokság gyorsan reagált és ellentámadást szervezett a magaslatok visszaszerzésére, áthúzva ezzel az ellenség terveit. A feladatot az ukrán nemzeti gárda 13. Hártia dandárjára bízták, amely elsősorban a Hárkivi régió katonáiból áll. Nem sokkal később a dandár közzétett egy videót a művelet részleteiről, amely ritka bepillantást enged az ilyen akciók mögött álló aprólékos tervezésbe. A tisztek a támadás előtt 48 órával kaptak eligazítást. A csatatér pontos maketjét körülállva hallgatták meg a tervet, gondosan kielemezve minden részletet. Az ezt következő 24 órában a tisztek informálták a különböző támadó csoportokba beosztott katonákat, majd páncélozott járműveik bevonásával részletesen begyakorolták a merész rajtaütés minden egyes lépését. Négy órával a művelet megkezdése előtt az éjszaka közepén minden csapat elfoglalta a helyét. Módszeresen ellenőrizték a felszerelésüket, teljesen felkészülve az előttük álló küldetésre. A korai reggeli órákban az ukrán páncélozott járművek teljes sebességgel indultak előre még a sötétség leple alatt. Amint a nap első sugarai előbukkantak, a járművek fegyvereiből tüzet nyitottak az orosz állásokra, biztosítva ezzel az utat az ukrán ruhamosztagosok megfelelő kiszállásához. Ezt követően heves közelharc alakult ki a lövészárkokban és rókajukakban. A gyalogságot drónok támogatták, amelyek nem csak folyamatosan figyelték az ellenség mozgását, hanem gránátokat is dobtak a célpontokra. Ennek a magas szintű együttműködésnek köszönhetően az ukrán parancsnokok figyelemmel kísérték a csapatok minden lépését, és pontos tüzérségi támogatást tudtak nyújtani, hatékonyan segítve az erdővel borított dombok között rejtőző orosz állások kiürítését. Az ukrán támadás intenzitása hamarosan nyomasztóvá vált. Az orosz katonák menekülni kezdtek, hátrahagyva halott bajtársaikat. Az akciót követően az ukrán katonák láthatóan diadalittasan ünnepelték a sikeres hadműveletet és háborús trófeákat gyűjtöttek. Az akciónak köszönhetően az ukránok közel 3 négyzetkilométernyi, fontos taktikai értékkel bíró magaslatot foglaltak vissza. Ez az ellentámadás egyben megakadályozta az oroszok lüpci ellen tervezett támadásának kivitelezését is. De ez az orkok számára még csak az első rossz hír volt. Az ukránok ezt a hadmozdulatot választották ki arra, hogy bemutassák a drónhadviselés legújabb, pusztító elemét, az úgynevezett lángszóros drónokat. A 42. gépesített dandár katonái közzétettek egy videót, amely egy termit fejekkel felszerelt FPV drónt mutat be. A termit egy fémporból és fémoxidból álló pirotechnikai keverék. Hő hatására vagy kémiai reakció révén gyullad meg. Intenzív hőhatást és rendkívül magas hőmérsékletet produkál egy koncentrált területen. Ezekkel a drónokkal az ukránok komplet árokhálózatokat gyújthatnak fel, akár sűrű erdős területeken is. A fegyver hatékonyságát és pusztító erejét jól szemléltetik a célterületekről készült felvételek. Az ukrán hadműveletekről készült cenzúrázatlan felvételek megtekinthetők a Telegram csatornánkon is, a jelentés leírásában található linkre kattintva. Összefoglalva, a Lübci közelében végrehajtott ukrán ellentámadás, amely egyben a lángszoros drónok első éles bevetését is magával hozta, a modern hadviselés jelentős fejlődését mutatja, ahol a gyors taktikai alkalmazkodás és a technológiai innováció megbonthatja a csatatéren kialakult egyensúlyt. A fontos taktikai pozíciók visszaszerzésével Ukrajna nem csak műveleti fölényről tett tanúbizonyságot, hanem arról is, hogy képes keresztül húzni az orosz támadó terveket, mielőtt azokat nagyobb területi előnyökre válthatnák. A dombok visszafoglalása nem csak Lipci védelmét erősítette meg, hanem kiemelt fontosságú magaslatokat is biztosított. Az ukrán erők ismét ellenőrzésük alá vonták a helyi harctér dinamikáját. A termitekkel felszerelt drónok bevetése az orosz védelem sebezhetőségét mutatta meg. Ez további zűrzavaros helyzetekhez vezethet, ha nem találnak rá gyorsan valamilyen ellenszert. Ez a fejlemény jól szemlélteti, hogy Ukrajna hogyan használja ki az új technológiákat ellenfelei megelőzésére, és ezzel olyan precedens teremt, amely a konfliktus jövőbeli menetét újra fogalmazhatja azáltal, hogy a hagyományos stratégiákkal szemben az agilis, technológia által vezérelt támadásokat helyezi előtérbe. Dobj egy lájkot, like ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, Találkozzunk a következő jelentésben!